újra kell élnünk több száz éves hagyományainkat, hogy megértsük és megéljük azok jelentését. Mai vendégem egy nagyon különleges személyiség itt a Fehérvári Beszélgetések műsorában, a Velencei tó partjáról érkezett hozzánk Papp Ferenc hagyományőrző vőfély. Bár a pandémiát tekintve most az esküvők, lakodalmak dátuma többnyire kitolódott, de én azt gondolom, hogy hamarosan abban reménykedhetünk, hogy a párok újra hamarosan majd élvezhetik a lakodalmaknak a momentumait, pillanatait. És nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen pedagógus pályát is végeztél, és mégis most találtad meg a szenvedélyedet. Köszöntöm a nézőket! Békességi háznak jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Szia, Reni! Nagyon szépen köszönöm a meghívást! Honnan is indult a te utad? Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, mert nagyon szeretek ilyen érdekes személyiségekkel beszélgetni. Menjünk egy kicsit vissza az időbe. Azért te voltál a pedagógus pályán is, testnevelő tanár is voltál, és azt hiszem bátran elmondhatom a nézőknek, hogy mi azért is tegeződünk, mert régről ismerjük egymást. Nekem te például a testnevelő tanárom is voltál, nagy örömünkre. Hogyan indult onnan aztán az utad? Hogyan jött a vőfélység, Feri? 7 évvel ezelőtt a közös kis falunkban, ugye régen alakult egy hagyományőrző csoport, és ott a felnőttekkel mi több régi elfeledett magyar hagyományt újra elevenítettünk, többek között az állakodalmakat a téltemetésen belül. Mivel egyedül voltam fiú a csoportban, több szerepet kipróbálhattam, például a pap és a vőfé szerepét. Na és innen indult, amikor ezt a szerepet megkaptam, kipróbáltam, úgy gondoltam kicsit testhez álló, és igazából ez volt az alapja, a kezdete az egésznek. Mit jelent maga az, hogy vőfének lenni, és maga az, hogy vőfé, mert talán azért nem feltétlenül tudja mindenki ennek a pályának és hivatásnak, mert azt hiszem bátran nevezhetem hivatásnak a pontos jelentését. Igazából a pontos megfogalmazása, magyarra fordítva, a lakodalom levezénylése, hangulatfelelős is. De már a régi megfogalmazás az már nem olyan, mint most. Tehát a hangulat felelőssége az azért játszott szerepet, mert régebben a lakodalom 3 napig tartott. Tehát amikor már elkezdődött pénteken délben mondjuk, és vasárnap délután már kicsit fel kellett rázni a társaságot, ezért volt egy kicsit felelős ő a hangulatért, holott a hangulat az kiváló volt, csak ugye kicsit elfáradt a kedves vendégsereg, és ekkor jön szerepe igazából a játékoknak is, amit mi most már megörököltünk, ami régebben próbatétel is volt, de volt olyan feladata is, hogy egy kicsit felrázza például táncba hívó játékok, kicsit ugye a vendégeket megmozgassa. Kiteljesedte ebbe a hivatásban, ebben a vőfé hivatásban? Hogy érzed? Én imádom ezt csinálni, bocsánat, hogy ezt fogalmazom, hogy csinálni, végezni. A koromnál fogva szerencsés vagyok, hogy még belecsöppenhettem a régi világba. Amikor ez megfogalmazódott bennem, hogy én kipróbálnám ezt a szakmát, ha szakmának hívhatom ezt a hivatást, akkor édesanyám egyből rávágta, hogy a nagybátyád is vőfé volt. Csak mivel édesanyám és nagybátyám között hatalmas volt a korkülönbség, én nem láthattam gyerekként. De unokatestvéreimet, az ő gyermekeiket, volt 3 fiú, abból 2 vőfé volt. Én a régi emlékeimből, ők is idősebbek nálam, emlékszem, hogy igenis szerepet játszottak a lakodalmakban. De akkor még sose gondoltam volna, hogy egyszer én kapom azt a szerepet, azt a feladatot, ami nagyon megtisztelő, ha egy pár rám bízza ezt a legfontosabb napjuknak a szervezését, levezénylését. Itt a bizalom akkor nagyon-nagyon fontos, meg hát a szimpátia, hogy meglegyen. Igen, igen. A bizalom az hatalmas igazából irántuk. Titokban is mondhatom, hogy sokszor a párokkal olyan beszélgetésekbe folyok bele, hogy akkor megismerem őket a szimpátia beszélgetésnél, amit a rokonság nem is tud. Tehát, hogy ki a családon belül milyen élethelyzetben, viszonyban van, hogy ugye például menyasszonyrablásnál nem szeretném a vőlegényt kellemetlen helyzetbe hozni, és ezért sajnos ez bele kell mennünk olyan részletekbe is, ami nem teljesen része a lakodalmaknak, de hogy minden zökkenőmentesen menjen, ezeket a beszélgetéseket ugye le kell folytatni. Te forgatókönyvvel is mindig készülsz, nincs olyan alkalom, hogy ne lenne nálad egy kész forgatókönyv. Tehát ez annyira egyrészt kreatív a te részedről, másrészt meg azt gondolom, hogy a profizmusra utal, hiszen talán nem mindenki készül ennyire részletesen előre. Több oldalon keresztül taglalod az adott nagy napnak a részleteit tulajdonképpen ilyenkor. Igen, 4-5 héttel az esküvő előtt forgatókönyvezünk, úgymond forgatókönyvezünk, akkor, ahogy te is tapasztaltad annak idején, ugye percről percre leírjuk a
történéseket. Na de nagyon fontos az A és a B verzió, ezt fel is hívom a kedves párok figyelmét, hogy eső napot igenis figyelembe kell venni. Mert hogyha azt mondjátok bizonyos szervezési témákra, dolgokra, hogy majd lesz valahogy, majd megoldjuk, majd csak nem lesz eső, káosz lesz, esni fog az eső sajnos. Nem szeretnék kárügyvendő lenni, de ez a tapasztalat. Én, nekem igazából az a feladatom, hogy minden pillanatban azonnal, úgy gondolom, attól válik profi egy vőfé, ahogy a vőfé kollégákkal is beszélgettünk a találkozókon, hogy azonnal a lehető legjobb megoldást választja jelen esetben. Itt nincs idő gondolkozni. Itt percek vannak, hogy el kell dönteni, hogy most indulunk, megyünk, maradunk, tovább megyünk, felcseréljük a tortát, mondjuk a mennyasszony tánccal, mert történt a mennyasszony dobás, ami kicsit elhúzódott. Tehát azonnal kell jó döntést hozni. És úgy gondolom, hogy bár másmilyen szakmában is ettől profi a profi, hogy azonnal tud, és ehhez tapasztalat kell. Ehhez tapasztalat kell, ehhez forgatókönyv kell. Lehet, hogy én túlságosan lelkiismeretes vagyok a forgatókönyvekkel kapcsolatban, illetve szövegekkel kapcsolatban, mert ugye a vőfélyek rímben beszélnek. Tehát nekem minden esküvő más. Vannak átfedések, búcsúztató a legfontosabb rész igazából, ami általában nem egyforma. Igen, erre mindjárt ki is térünk majd. Oké, igazából csak megint sokat beszélek, hogy az van a lényege neki, hogy én szinte teátrálisan, mint egy színdarabot, minden szavamat én leírom előtte minden esküvőhöz, hogy tudjam, hogy mikor mit mondok. És miért fontos ez? Mert mi rímben beszélünk. Hasonlít nem... abszolút a színészeti pályához, a színház világához, a ti világotok. Igen, tehát igazából nekem rímben kell beszélni, nem prózában szemben a ceremóniamesterrel. Én akkor leszek vőfé, ha minden egyes vicces alkalmat, minden egyes képet, amit meglátok, kommentálok, ezt a rímben viccesen adom elő. És úgy gondolom, ez egy fontos szabály ennek az egésznek. És ugye nem csak a vicc a lényege ennek az egész napnak, tehát azért ennél sokkal többről szól a nagy nap, hanem itt ugye az említetted ugye a búcsúztatót. És ugye említetted nekem egyik nap, hogy manapság sokszor hallott, hogy legyen búcsúztató, de nem akarunk sírni. Pedig ugye hát ez is egyfajta néphagyománya, hogy elbúcsúztatjátok ilyenkor a legényt, illetve a lányt. Ez hogyan szokott ilyenkor kinézni? Ez az egyik legfontosabb része a nagynapnak. Igen, igazából én ezt nem szoktam kihagyni. Tehát amikor az első beszélgetésünkkor, mikor találkozom először a párra, és kiválasztanak engem, mint szimpatizánst egy általános beszélgetésre, akkor párt szoktam hagyni, hogy beszéljenek, hogy mit szeretnek és mit nem. És akkor én már eldöntöm, hogy én vagyok a megfelelő személy számukra, vagy egy ceremóniamester. Mert azonnal szóba szokott kerülni, hogy nem szeretnénk búcsúztatót, vagy így szeretnénk, azt szeretnénk. A búcsúztató szerintem az egyik legbensőségesebb, az egyik, mert azért van több is, de amivel kezdődik az esküvő része, és az egyik legfontosabb. Sírni kell. Ugye a magyar ember örömébe bánatában sír. Ez örömkönnyek, de valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, hogy bánat is, mert ugye lezárja a legény, illetve leány életét ezzel, hogy elbúcsúzik a szüleitől, testvéreitől, nagyszüleitől, barátaitól, mert egy új életet fog kezdeni, egy új emberrel, és ezért van igazából a búcsúztatás. És azt szokták mondani, hogy olyat mondjak, amitől nem sírnak. Hát igazából, ha én odaállok a szülei elé egy gyönyörű szép mennyasszonnyal, akkor elkerülhetetlen, nem kell megszólaljak. Akkor már mindenki sír. Akkor már nem mindegy, hogy mit mondok. Azt szoktam mondani, akkor már nem mindegy, hogy mit mondok. Van melletted egy csodálatos bot. Ez minek a szimbolikus jelképe? Nagyon-nagyon sok szalag van már a tiéden. Igen, ezt gyorsan el szeretném mondani. Nagyon sokszor kérdezik, hogy milyen jelentősége bír a vőfébot. Megint visszamenik a régi múltba, a régi időkben. Annak idején minden faluban volt egy vőfé. Úgy történt a meghívás, hogy a lányos szülők megbízták a vőfét, hogy járja körbe a falut. Ugye ez általában télen volt régebben, ugye farsang idején voltak a temetések, korán sötétedett, ugye szegény vőfé század elején elkezdte járni a falut. Na de, nem volt kerítés, 10 centis vastag volt az ajtó, kutyák voltak, tehát a kutyák ellen is védő szempontot játszott, sőt, a vastag ajtón igazából ezzel kopogtatott be, amikor megérkezett a meghívást, ugye, véghez vinni, és a szalagok jelentősége pedig onnan ered, hogy annak idején, aki úgy gondolta, hogy megtiszteli a családot, hogy elmegy a lakodalomban, kötött rá egy szalagot. És amikor lejárta a falut a vőfé, akkor szépen ezt a vőfébotot a szalagokkal együtt átadta, megmutatta a családnak,
hogy úgy lehetett ugye látni, hogy mekkora mennyiségű embertömeg fog részt venni ezen a lakodalman. Nem úgy történt, mint régebben, hogy mind ahogy mostanában, ugye, hogy 105 emberre, 103 emberre történik ugye, igen, a szolgáltatókkal van, ugye, igen, az étkeztetés. Nem. Ott azért kerekebb számokkal számoltak. A kalapod is nagyon sokat mondó. Mit árul el az az hát eszköz? Igazából a kalap is... az a növény, ami rajta van. Ugye ez egy rozmaring, ami rajta van. Ezt mindig viselem, friss rozmaring. Bár most tél van, de de te még így is készültél nekünk a rozmaringgal annak ellenére. Igazából most, ahogy vagyok, így szoktam szerepelni, így szoktam megjelenni az esküvőkor, a búcsúztató alkalmával, hogy legelőször, hogy akkor látnak a kedves vendégek. Ugye egyértelműen a rozmaring a hűség jele. Hát a szalagok ugye itt is megjelentek, ugye az én kalapomon kicsit ugye sárközi szalagokat használok, mert szerintem ez az egyik legszebb magyar viselet, hát amit kalapon férfi viselhet, úgy fogalmaznék meg. De visszatérve még, amit el szeretnék mondani, hogy amit úgy gondolom nagyon fontos, hogy én az esküvőkor nem viselek senkinek az előző vőfély szalagját. Tehát minden esetben, látszik is igazából, a pocsai vőfély találkozó, itt mindenféle hímzett szalag van, tehát amikor én a búcsúztató után elkérem a mennyasszonytól az ő megbizatásuk, pontosabban a mennyasszonytól és a mennyasszonytól kell elkérjem a szöveg szerint, hogy kösse fel, és ezáltal történik, kezdődik a megbizatásom, hogy én leszek a párnak a vőfélye, az övé szerepel rajta. Tehát bármikor fotózkodnak engem aznap, hogyha úgy van éppen a szalag, akkor a párnak a keresztnevei legyenek rajta, ne egy másik párnak a szalagja. És nem is tartom annyira, most lehet, hogy kicsit meghalagudnak rám a kollégák, de nem tartom olyan szépnek, amikor rá van kötve az a sok szalag, és kicsit koszos, kicsit ugye elázott már, abszolút, már nem olyan higiénikus, én úgy gondolom. Én ezeket a szalagokat mindig ugye próbálom rendbe tartani, frissíteni, de úgy gondolom, hogy ennyi kell, és nem több. Említetted itt a ceremónia mesterséget, ugye szoktuk hallani azért manapság, hogy talán az már a mai modern világunknak egy olyan hát szimbolikus embere, ha szabad így fogalmaznom, a ceremónia mester, aki már egy kicsit egy ilyen újabb köntösben adja elő és vezényli le az adott napot. Te is tanultad ezt is, pontosan mi a különbség, hogy a nézők is értsék, ceremónia mester, vőfély, mit jelent pontosan a ceremónia mesterség, kiválasztja a vőfélyt, és kiválasztja inkább a ceremónia mestert, mert hát neked ez mindegyik fontos, és mindegyikhez bizony értesz is. Nagyon-nagyon fontos ezt eldönteni, és ahogy említettem is már az előbb a beszélgetésünkben, a szimpátia beszélgetésnél már eldől. Én szeretnék segíteni a párnak, hogy kire van szükségük, én rám, vagy ceremónia mesterre. Amikor elvégeztem 5 évvel ezelőtt egy tanfolyamot, aminek az volt a neve, hogy ceremónia mester és vőfély képző, 12-en jelentkeztünk, évente indul egy ilyen tanfolyam, 12-en jelentkeztünk, és én voltam egyedül, aki azt mondta, hogy vőfély szeretnék lenni. Magyarországon a ceremónia mesterség nyugatról kiindulva egy kicsit erőteljesebb lett. De miért? Ebben szerepet játszik, ugye, hogy nem akarnak a mennyasszonyok sírni. Egy kicsit átvesszük a nyugatnak a stílusát, amivel nem teljesen értek egyet, mert magyar emberek vagyunk, rengeteg magyar, több száz éves hagyományaink vannak. Ezek olyan szépen lassan, ahogy jönnek be a ceremónia és Magyarországra, ezek elfelejtődnek, és ami a legfontosabb, hogy ezeket a fiatal lányok, fiúk nem tudják megélni, ami egy nagyon csodálatos érzés. Pedig neked ugye ez az egyik legfőbb célod is, ha már arról beszélünk, hogy mi felejtődik el, és mi marad meg nekünk, vagy a következő generációnak. Kifejezetten célod, hogy a népi tradíciókat minél szélesebb körben esetleg újra megismertesd. Én azt hiszem, hogy ez abszolút igaz rád. Igen, igazából én ezt imádom, imádom a magyar néphagyományokat. Nem mondhatom azt, hogy beleszülettem, de érintve voltam, és úgy gondolom, hogy ezek olyan szépek, és ezeket igenis tartsuk meg, ezáltal leszünk magyarok, ezáltal ismernek meg minket az utcán, hogyha most bárhol is megjelenik, hogy ő magyar, a habitusa, a nyelve, az énekeink, a táncaink, és ez szerintem ehhez kell ez is, hogy igenis Magyarországon egy lakodalmat, nem én, egy vőfély, bárki, egy magyar vőfély vezényeje álljon oda, vegyen fel népviseletet, legyen nála szalagos kalap, vőfélybot,
és végezze a dolgát, én úgy gondolom. És legyen nálatok tányér is. Ugye mindig mondod, hogy a tányértörés is mennyire egy fontos és szimbolikus dolog. Az mi is pontosan? Igazából a tányértörést az párhuzamosan húznám, pontosabban párhuzamot húznék a tányértörés, és amikor a vőfély mennyasszony tárckor csapkodja a fedőt vagy a fazekat, igazából itt a legfontosabb a zajkeltés. A régi magyarságban az őseink úgy gondolták, hogy ha zajt keltenek, akkor a régi, pontosabban az ártó szellemeket ezáltal elzavarják, megtisztítják a teret. Tehát aki már volt biztosan lakodalomban, az tudja, hogy a tányértörés az mindig, mielőtt a pár belépne abba a térbe, ahol a lakodalom le fog zajlani. És ezáltal, hogy tányért törnek, nem csak ugye az ártó szellemeket zavarják el, de nagyon fontos dolog, hogy a régmúltban nem éltek ennyit együtt a párok, mint most, hanem valamikor másodszor vagy harmadszor találkoztak az esküvőjükön, és nagyon fontos szerepet játszott, hogy a mennyasszony hogy bánik a seprűvel. Az első közös munka, az első próbatétel igazából, ez mind az esküvőkör volt, amit régebben úgy hívtak, hogy próbatétel, most úgy hívjuk, hogy játék. És nem csak játékok vannak a lakodalmakban, hanem gyönyörű táncok, aztán ugye jön a mennyasszony tánc, vagy menyecske tánc. Van-e különbség, hogy ki így hívja ki, hogy menyecske tánc és mennyasszony tánc? Itt milyen különbséget kell tenni, ha egyáltalán van különbség? Természetesen van, ez területenként eltérő. Tehát egyértelműen, hogyha a mennyasszony marad fehér ruhában éjfél után is, mondjuk klasszikus esetben most ugye amivel lezárjuk, pontosan, hogy megelőzi a mennyasszony táncot, a gyertyafénykeringő, amikor még mennyasszony ruhában van, kitáncolja magát, ugye éjfél öt pár perce, nagyon oda szoktam figyelni, hogy tényleg éjfél öt pár perce, amikor még lány és legény kitáncolják magukat ebből a szerepből, ebből az élethelyzetből, és éjfélkor a vőfély, éjfél után pár perccel, már fehér ruhában az újasszonyt, pontosabban a menyecske ruhában az újasszonyt, vagy menyasszony ruhában hozza vissza, akkor viszont a menyasszonyt hozza a menyasszony táncba, és jelenti be. De ugye éjfél után vagyunk már, ő már akkor asszony. És nem csak a vőfély, vagy adott esetben a ceremóniamester kíséri végig az adott napot, nyilván a násznépen kívül, hanem nagyon fontos két szereplője van még rajtatok kívül a nagynapnak, és azok a tanúk. Ők mit is töltenek be pontosan? Ez is nagyon érdekes, mert sokszor igazából nem tudják, hogy mi a különbség a tanú és a násznagy között. Ha jók az emlékeim, akkor 1895 óta van Magyarországon polgári szertartás. Addig ugye általában a násznagyok, akik a mennyasszonyi pártnak a kereszt szülei szoktak lenni, ők voltak a tanúk, ők játszottak szerepet abban, hogy mivel csak templomi volt, ugye ott násznagyként felügyeljék, ugye ott részt vegyenek, mert szinte a saját gyermeküket adják férhez, mert ugye keresztszülőként vesznek részt. Na de ugye bejött a modern idő, ott már ugye a törvények által tanút kell biztosítani ehhez, hogy törvényes legyen ez a fogadalom, vagy pontosabban ez a nem is fogadalomtétel, nem jól fogalmaztam. Ez a döntés, igazából itt a döntést kell ugye alátámasztani két tanúval, hogy az ott megtörténik és hivatalossá válik az anyakönyvvezető előtt. Van-e bármi új vagy plusz terved a jövőre nézve, ami a vőfélséget illeti, bármilyen cél itt a közeljövőben? Kicsit tekintsünk el a pandémiás helyzettől, és ugye hát itt most több pár, ahogy a műsor elején elmondtuk, hát tolja az esküvőt, de mik a kilátások, például neked a nyárra hogyan néz ez ki, vagy már az őszre esetleg? Hát igazából az év az úgy alakult, hogy érdekes módon a szolgáltatók mondták vissza a pároknak áprilisban az esküvőket. Nem is a párok, a szolgáltatók mondták vissza. Általában ezek az éttermek, vagy ahol a vacsorának a helye lett volna megjelölve. Hatalmas a bizonytalanság. Tavaly mindenkinek azt tanácsoltam, hogy tegyék át idénre. Hát senki se gondolta volna, hogy idén rosszabb lesz, mint tavaly volt, mert igazából azt látom, hogy senki sem mer döntést hozni, felvállalni, hogy meddig lehet ezt tolni. Tavaly szerencsék volt a pároknak, mert az év elején, illetve nyáron lefoglalt éttermeknél például, hogy az ár megmaradjon, lehetőség volt ősszel megtartani. Igen. És akiket már áttettek idénre, ugye itt már ugye áremelkedéssel ugye járt az egész, ami kellemetlen volt mindenki számára.
Hogyha egy kicsit kitekintünk most a lakodalmak világából, mert hát azért nem csak a vőfélségre vagyok én itt kíváncsi, ha már itt vagy velem szemben és testközelben, hanem arra is bizony, hogy mit csinál egy vőfély a szabad idejében, mik a hobbiaid, mi az, amit szeretsz, egy kicsit vezesd be a nézőket, természetesen annyiba, amennyibe bepillantást engedsz nekünk. Hát igazából nem a főállásom a vőfélkedés, tehát gépjárművezetőként tevékenykedem, de sportolok, ugye a sport az megmaradt, bár annak idején én atléta voltam, de most a foci mellett ugye tettem le a voksomat, öreg fiúk csapatban játszom, lovasberényben, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ha már is szobozta a sportot, nagyon-nagyon kellemetlen, mert ugye az öreg fiúk bajnokság szombatonként van, és akkor vannak a lakodalmak is. Tehát nagyon ritkán tudok részt venni teljesen a csapattal, de ha véletlenül van egy-két szabad szombatom, akkor természetesen megyek hozzájuk is, bekapcsolódom játékban. Ez a sport, ez neked tényleg valóban a szerves része maradt az életednek, már amennyire akkor ugye belefér az idődbe, és hát ugye egy kicsit menjünk vissza még az időbe, még áruljuk el a nézőknek, hogy tényleg te tanítottál gyerekeket, kicsiket, nagyokat, arra hogy emlékszel vissza? Az egyébként hiányzik, vagy most úgy érzed, hogy valóban megtaláltad így a helyed, ahol most vagy? Igazából úgy érzem, hogy a pedagógus pálya átalakult. Erre szerintem sokan bologatnak most a tévénézők is, hogy átalakult. Mert nem is az, hogy nem azok a gyerekek vannak, hanem a lelkesedés, és ami még bennem megvolt, vagy mikorosztályunkban még benn volt, az alázat nagyon hiányzik bármi iránt. Ez nem csak sport, ez legyen tanulás, legyen művészetek, bármi, amihez hozzálátunk, az alázat szükséges. És ennek a hiányát látom. És nem azt mondom, nem hiányzik, mert a párom által segítséget nyújtok én is neki a néptánc tanításban, tehát gyerekekkel nem szokott meg teljesen a kapcsolatom, de valahogy mégis más ez a fajta világ, ami most van, mi amellett kb. 20 évvel ezelőtt, ami történt, vagy 15 évvel ezelőtt, amilyen volt. Azért egy mondatban még említsük meg a párodat, a Nettet, mert én is jól ismerem, és azt nagyon jól tudom, hogy igazi társad és támogató társad ő a mindennapokban, és a munkádban is egyaránt. Igen, ő nagyon nagy segítség nekem. Köszönöm szépen, hogy mindig velem vagy. Tehát nagyon fontos igazából, hogy a háttérmunkát nálam végzi, mármint nem nálam, hanem velem együtt dolgozik egy esküvőkor. Mindig meg szoktam kérni a párt, nagyon aranyosak, ha őket nem zavarja, ott lehet-e velem a háttérben segíteni, ha már tányatörésről sokat beszélgettünk, ha oda még a 140 ember az étteremhez, és éppen ismer a tányat, az nagyon kellemetlen, mert várni kell, ilyenkor nincs az, Anett ott van, adja a kezembe, már mondom is hozzá szöveget, már folytatódik tovább a ceremónia, tehát igazából a folytonosságban nekem hatalmas segítséget nyújt. Én ezt az alázatot, segítséget és hát minden esetre a szeretetet legfőképpen ezt kívánom nektek, a NÁSZ népnek, és úgy ámblokk az egész életetekre vonatkozóan, és nagyon hálás vagyok, hogy ezeket a népi tradíciókat megosztottad a nézőkkel, és egy kis lagzis élményt és érzést hoztál ide a Fehérvár TV stúdiójába. Köszönöm a nézőknek, hogy velünk tartottak. Isten áldja most már e tisztes NÁSZ népet, pirkad a friss hajnal, és én hazatérek. Kívánok sok áldást az ifjú párra. Szerencse kísérje jártukat, léptüket, áldja meg az Isten egész életüket. Elérkezett hát utolsó mondásom, legyünk mind boldogok, szép Magyarországon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál.